Migrációs körképpel folytatjuk a ma reggelt itt az M1-en. A 2015-ös migrációs válság idején több millió ember jutott be illegálisan Nyugat-Európába. Brüsszel azóta próbálkozik a migránsok szétosztásával, vagyis próbálja elfogadtatni a kötelező betelepítést a tagállamokkal. A magyar kormány a kezdetektől fogva ellenzi a tervet, azt mondják, Brüsszel migránsgettókat akar létrehozni Magyarországon. Most megmutatjuk, hogyan kezeli az illegális migrációt Olaszország, Románia és Nagy-Britannia. Olaszországban több mint 200 ezerre teszik a mezőgazdaságban dolgozó bevándorlók számát. Illegális bevándorlókról van szó, akik a földeken dolgoznak, nagyon nehéz munkakörülmények között, alacsony bérért. A probléma ismét napirenden szerepel, miután egy indiai férfi súlyos balesetet szenvedett és életét vesztette. Az olasz kormány és a szakszervezetek is az illegális bevándorlók alkalmazásának felszámolását szorgalmazza. Kapcsolunk már is Rómába, Sárközi Júliához a részletekért. Nos, mekkora méretű jelenségről van szó Olaszországban, és milyen politikai, illetve társadalmi visszhangja van az illegális migránsok dolgoztatásának? Jó reggelt kívánok! Megrázta Olaszországot a 30-as éveiben járó indiai férfi halála, aki az olaszországi földeken gyümölcsöt és zöldséget szedett, és egy munkagép levágta az egyik karját, majd olasz munkáltatója, ahelyett, hogy elvitte volna a legközelebbi kórházig, letette az alé a lakás elé, ahol a feleségével élte az indiai férfi, aki életét veszítette a vérvesztesség miatt. Ez Róma és Nápoly között történt a földeken, ahol a hivatalos adatok szerint körülbelül 30 ezer, többségében indiai szik végzi a mezőgazdasági munkát, illegális bevándorlókról van szó, majdnem kivétel nélkül, akik nincsenek bejelentve, nincsen balesetbiztosításuk, semmiféle védelmet nem élveznek. Az olasz katolikus egyházi is foglalkozott a jelenséggel, és a legfrissebb adatok szerint ezek az emberek, főleg férfiak, de nők is vannak közöttük, napi 10 órát dolgoznak, óránkénti 3 euró 50 centes munkabérért, természetesen nem tudnak egész évben dolgozni, a gyümölcs, zöldség szedés tavasztól egészen kora őszig tart Olaszországban. Az eset széles visszhangot kapott és figyelmet, voltak szakszervezeti tüntetések, a baleset helyszínének a környékén, utcára vonultak az indiai szikkek képviselői, a politika is megemlékezett az indiai férfiról, a római parlamentben kormány és ellenzék is egy perc néma csenddel adózott a férfi emlékének. A hivatalos adatok szerint az olasz mezőgazdaságban több mint 230 ezer ilyen munkás dolgozik, dél-olaszországi földeken, afrikaiak szedik a paradicsomot és a narancsot, az észak-olaszországi gyümölcs és zöldségültetvényeken, és afrikai munkások, indiaiak vagy más ázsiai munkások dolgoznak. A legutolsó eset a délebre fekvő Taranto városában történt, ahol szintén egy indiai férfi lett rosszul a 40 fokos melegben a földeken, de olasz munkaadója elvitte a legközelebbi kórház bejáratáig. Természetesen ilyenkor az olaszok nem maradnak ott, az olasz munkáltatók, hogy ne azonosítsák őket, de a hatóságok utána őrizetbe veszik őket, és eljárás indul ellenük többek között azért, mert illegális migránsokat alkalmaznak munkára. Egy másik esetet pedig egy videófelvételt az olasz rendőrség hozott nyilvánosságra az észak-olaszországi Cuneóban. Az látható a videófelvételen, hogy egy marokkói munkaközvetítő egy pálcával, egy fahussánggal ütlegel egy afrikai munkást, aki tiltakozását fejezte ki a munkakörülmények és az alacsony bérrel szemben. A marokkói férfit szintén őrizetbe vették, és a hatóságok segítettek az afrikaiaknak, akiket szintén illegálisan, bármilyen garancia és biztonsági körülmények biztosítása nélkül foglalkoztattak. Olaszország tudja, hogy az illegális bevándorlók nélkül a mezőgazdaságban nem történhetne meg a termés összeszedése, tehát ott maradna a földeken, de a politikai és a szakszervezetek is azon dolgoznak, hogy a
minimális biztonsági feltételeket, például egészségi biztosítást a munkáltatók garantálják a dolgozók számára, és senki sem felejti azt, hogy 2010-ben mekkora felkelés történt a calabriai Rosarno településén, ahol 300 afrikai munkás élt barakokban a földeken, és miután bántalmazták őket, nem fizették ki a bérüket, lerohanták, demonstrációkat tartottak, és lerohanták a közeli települést. Ezt mindenki el akarja kerülni, az olasz hatóságok épp úgy, mint a közvélemény. A várakozásoknak megfelelően a munkáspárt nyerte a múlt heti nagy-britanniai parlamenti választásokat. Milyen hatást gyakorol a kormányváltás a brit bevándorlási politikára? Mindenek előtt az előző konzervatív párti kormány által kezdeményezett ruandai áttelepítési programra? Minden kiderül a következő percekben. Kapcsolunk már is Londonba Kertész Róberthez. Hogyan változhat tehát a brit kormány bevándorlási politikája? Jó reggelt kívánok a nézőknek, valóban pontosan egy héttel ezelőtt, a múlt csütörtökön tartott nagy-britanniai parlamenti választásokon gyökeres fordulat történt a brit politikában, hiszen az addig legnagyobb ellenzéki erő a munkáspárt a választók döntése alapján nagyon nagy rekord közeli parlamenti többséggel alakított a kormányt, és szinte azonnal ez a brit bevándorlási politika ugyancsak gyökeres fordulatát jelentette, hiszen Sir Keir Starmer, az új munkáspárti miniszterelnök első munkanapján bejelentette sajtóértekezletén, hogy az új kormány nem hajtja végre a konzervatív párt vezette előző kormány tervét, amelynek alapján a kontinensről embercsempészek szervezésében illegálisan Nagy-Britanniába érkező menedékkérőket a közép-afrikai Ruandába telepítették volna át. Ez volt a konzervatív kormány bevándorlási politikájának sarkalatos eleme. Erről a programról még a Boris Johnson vezette konzervatív kormány több mint 2 éve kötött államközi megállapodást Ruanda kormányával. A program azonban azóta sem indult el, hiszen a tervet nagyon komoly jogi és parlamenti csatározások akadályozták, és most már minden valószínűség szerint nem is fog elindulni, hiszen Sir Keir Starmer azt mondta sajtóértekezleten, hogy ez a terv már kimúlt, mielőtt elkezdődhetett volna, és most már nem is fog elkezdődni. A munkáspárt egészen más megközelítést kíván alkalmazni. Ez nem meglepő, hiszen a párt már ellenzékben jelezte, hogy nem fogja végrehajtani a ruandai áttelepítési tervet, mivel nem tartja alkalmasnak a probléma megoldására. Az új munkáspárti kormány elképzelése az, és terve most már, hogy mindenek előtt egy új stratégiai határvédelmi parancsnokságot hoz létre, amely a terrorellenes törvény nyújtotta lehetőségeket alkalmazva, nem a menedékkérőkre, hanem az embercsempészekre koncentrál majd, és ebben nagyon mély európai együttműködést kíván folytatni az új munkáspárti kormány az EU partnerekkel. Tudjuk, hogy Nagy-Britannia kilépett az Európai Unióba, ettől függetlenül azonban a munkáspárt programja szerint egy elmélyült és széleskörű terrorellenes együttműködést kell alkalmazni az európai partnerekkel együtt, annak érdekében, hogy meg lehessen állítani az embercsempészek által szervezett csónakokat, amelyeken ezek a menedékkérők átkelnek Nagy-Britanniába. Ennek előkészítése már is kezdődött, a toborzás elkezdődött az új parancsnokság felállításával. Sir Keir Starmer azt hangsúlyozta, hogy ha a terror szervezeteket a terrorellenes törvény alapján szét lehet zúzni, ugyanígy szét lehet zúzni az embercsempész szervezeteket is, ugyanennek a törvénynek az alkalmazásával. Erre készül a munkáspárt, erre várhatunk intézkedéseket a következő hónapokban, következő években. Romániában erőszakos bűncselekmények miatt került a rendőrség látókörébe egy közel-keleti bevándorlókból alakult bűnszövetkezet, amely szíriai migránsok csempészését szervezte. A román határrendészet is újabb illegális bevándorlók elfogásáról számolt be, akiket a magyar határszakaszon állítottak meg. A részletekért most Marosvásárhelyre kapcsolunk Bot Eszterhez. Nos, mit lehet tudni erről az újabb embercsempész hálózatról, és mit közöltek a hatóságok a román-magyar határnál elfogott migránsokról? Jó reggelt kívánok! A nyomozók a 112-es segélyhívó számra érkezett bejelentés alapján figyelte fel a szíriai bevándorlókból verbuválódott migránscsempész bandára. A rendőrségi közlemény szerint múlt héten egy bukaresti nő riasztotta a hatóságokat azzal a bejelentéssel, hogy egy székhez kötözött férfit lát a házával szomszédos udvaron. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, de a szirénák hangjára az emberrablók megijedtek, eloldozták, majd az utcára dobták áldozatokat.
A nyomozás során kiderült, hogy a közel-keleti férfi egy szíriai embercsempész bandavezér unokaöccse volt, aki a bűncselekményből származó bevételből akart részesedést. A férfi azzal fenyegette nagybátyját, hogy kitálal a rendőrségnek a bűnszövetkezet tevékenységéről. A banda 5 tagja ekkor úgy próbálta lebeszélni szándékáról a követelőző férfit, hogy egy autó csomagtartójába tuszkolták, majd az említett ház udvarára szállították, ahol megkötözték. Mindennek egyébként a járókelők is tanúi voltak, akik a 112-es segélyhívon jelentették, hogy egy férfit egy autó csomagtartójába zártak. A rendőrök még a helyszínen őrizetbe vették az emberrablás 5 gyanúsítottját, köztük a bűnszövetkezet fejét is, akiket később 60 napos hatósági felügyelet alá helyeztek. A nyomozás részleteiről a Gündul román hírportál közölt részletes cikket. Az újságírók a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészségtől úgy értesültek, hogy a bűnszövetkezet vezetője valójában egy ismert szíriai üzletember, aki 30 éve költözött Romániába, annak ellenére, hogy jól működő éttermet üzemeltet Bukarestben, a milliómos bevándorló a lap szerint zsarolással, migráns csempészéssel és emberrablással alapozta meg vagyonát. A legfelsőbb politikai körökben mozgó szíriai férfi embercsempészként elsősorban közel-keleti kapcsolatait használta fel, és az iszlám állam nevű terrorszervezet és a szíriai hadsereg közötti háború elől menekülő férfiakat szöktetett Európába jelentős pénzösszegekért. A Gündul szerint a szíriai milliómos neve egy Bulgáriában és egy Romániában indult bűnvádi eljárásban is gyanúsítottként szerepel. Emberei ugyanis Törökországon keresztül Bulgáriában, majd Romániába csempészték a szíriai migránsokat. A legtöbben innen Magyarországon keresztül próbáltak aztán illegálisan Nyugat-Európába jutni. A legnagyobb migrációs nyomásnak kitett román-magyar határon, ugye, mint ahogy te is említetted, újabb migráns szállítmányt állítottak meg. Kedden a román határőrök egy török kamionsofőrt vettek őrizetbe Nagylaknál, aki 9 bangladesi és pakisztáni bevándorlót próbált Magyarországra szöktetni. A török embercsempész egyébként egy román rendszámú teherautót vezetett. A 9 potyautasa az üres kamion oldalsó szerszámos ládáiban rejtőzött el. A kihallgatások során kiderült, hogy a migránsok törvényesen léptek be Romániába. A teherautót vezető sofőr ellen migránscsempészés miatt bűnügyi eljárás indult, a 9 határsértőre pedig a kiutasítás vár. Bot Eszternek Romániából, Sárközi Júliának Olaszországból és Kertész Róbertnek Nagy-Britanniából nagyon szépen köszönjük a friss információkat.